Sziasztok srácok, én Stark vagyok, és ismételten az Ark Survival Evolved-dal fogunk foglalkozni, azon belül pedig a Tektierrel. Ugye ez nemrég került be a játékba, és előre leszögezném, hogy ez nem egy mod. Ez standard, teljes valójában benne van a játékban, a full alapjátékban, és tényleg egy olyan szerverre jöttem most fel, hát a sajátomra, amin semmilyen mod nincsen betéve, csak és kizárólag az alapjátékban lévő dolgokkal fogunk foglalkozni. Ugye nem is rég, nem is olyan rég, tulajdonképpen az előző patch-e jött be nagyon sok új tektéres építmény, illetve a Rex-en látható páncél, illetve a rajtam látható páncél már egy pár patch óta benn van a játékban. És most arról fogunk beszélni, hogy ezek mire jók, hogy kell őket használni, hogy tényleg ilyen bemutató és tutoriál jelleggel, illetve hogyan lehet őket megszerezni. És valószínűleg, hogy ezzel is fogjuk kezdeni. És most én ugye közben, nem úgy, mint az előző tutoriában, hanem most rendesen csinálni is fogom a dolgokat. Ja, látjátok nálam a páncélt meg a fegyvert, de most ezt szépen eltesszük. Én ide bekészítettem magamnak ezt az 5319-es terrát, azért, hogy ne kelljen sokat várnotok. És ahhoz, hogy először megtudjuk, hogy hol lehet megszereznünk ezt a tektéres cuccot, az Obelixhez kell vennünk az irányt. Ugyanis ugye tudjátok, van egy irány a boss című sorozatom, amit újra kell majd kezdeni, mert minden barlangot átdolgoztak. Nem is ez a lényeg, illetve jött be új is. Ugye ezekben találhatók artifaktok, és ezek artifaktok megszerzése után, hogyha eljövünk egy ilyen Obelixhez, itt leszállunk. Ops. És ide jövünk az Obelixhez. Ugye itt van, hogy tárhely megnyitása. Belenézünk, már itt látható egy ilyen tech replikátor. Mindjárt visszatérek. Akkor ugye itt vannak a bosszok. Minden háromféle bosszon ugye van a pók, a majom és a sárkány. Nem összekeverendő a Wyvern-nel, ugye a Scorchedors sárkánya, ez a rendes nagy sárkány. Mindegyik három nehézségi szintben érhető el. Egy moment, ne haragudjatok. Menj már innen! Te se gyere ide! Jó. Szóval, mindegyik három nehézségi szintben érhető el, és ezeknek az a lényege, hogy eddig ugye, hogyha legyőztük őket, ha jól tudom, most eddig mindegyikből csak egyféle volt, akkor ugye adtak nekünk zászlót, meg tropikat, meg ilyen úgy hú, de király vagy, hogy legyőzted dolgokat, de most már adnak nekünk elementet, illetve, hogyha itt belemegyünk az engram pontokba, és kijelöljük itt a tech engramokat, akkor itt láthatóvá válnak ezek a cuccok. Nekem már most ugye nyilván itt most mindenki van tanulva. Van itt építkezéshez alapanyag, van itt ez shield, meg is fogjátok látni majd, hogy milyen shield. De van ez a transmitter, ez hasonlóan működik, mint az Obelix, majd ezt is meg fogom mutatni. Itt a tech replikátor, ez az egyik legfontosabb, és ugye ezt láttátok, hogy le lehet gyártani az Obelixben. Ugyanis az első tech tier-es cuccot, azaz a replikátort, ami úgy fog működni, mint egy smithy, vagy egy fabrikátor, ugye ami tulajdonképpen egy ilyen crafting station lesz, ilyen eszközkészítő hely, hogy úgy mondjam. Ezt itt kell legyártani először, és utána, hogyha ezt hazaviszitek, akkor otthon majd a többi tektéres cuccot ebbe tudjátok majd lecraftolni. Ez körülbelül egy 7 magas és 4x4 széles hatalmas gömb, de amúgy abban a házban, amit az elején láthatok, ott volt. Na, hamarosan meg fogjuk nézni, hogy is néz ki. Illetve itt a T-Rex-ra a nyereg, az a nagy páncél, amit már láthatatok. Itt van egy ilyen tekes puska, és itt van tulajdonképpen maga a páncélunk. Szóval, ha megöljük ezeket a bosszokat, akkor ez úgy működik, hogy nem engram pontot kapunk, hanem minden egyes boss megölése megvan, hogy melyik tech tier-es itemet oldja nekünk fel. Ugyanis ezt meg lehet nézni a neten, hogy melyik mit old fel, fejből most így nem tudom. De ha jól tudom, például a Rex Sedul, azt hiszem az valahol itt a sárkánynál van már. Tehát az egyre jobb dolgok az egyre nehezebb szinten érhetőek el. Mindegyik szintet meg kell csinálnunk ahhoz, hogy az összes tech tier-es dolog kiállokkolódjon. Ezek nem bírnak magukkal, ne haragudjatok. Hallod? Fiomia. Igen, ez volt a Refly. Na, úgyhogy tulajdonképpen, hogyha ide belepakoljuk ugye már az említett artifaktokat, mindegy, megvan, hogy melyikhez melyik kell, akkor itt szépen duplán rákattintatok, majd itt előjön egy hatalmas búra, átmentek minden egyes bossnak, tehát mind a háromféle bossnak saját boss arénája van, legyőzitek, és
egyrészt kialakulódnak ezek a tech engramok, és kaptok pár tech TRS cuccot, már le fogtok tudni gyártani, illetve a magából a bossból ne felejtjétek el kiszedni az elementet. Most az element az egy ilyen, hát hogy is mondjam, eszköz vagy item, amit használni kell craftoláshoz, illetve például a tech replikátorban, amiben ugye legyártjuk a tech TRS cuccokat, illetve majd mást is, mindjárt meg fogom mutatni. Annak a bekapcsolásához ez szükséges, valamint a shield is, a ruha is, a fegyver is ezzel működik, ez az üzemanyaga, a rexel lévő páncél is ezzel működik, úgyhogy ez az element ez nagyon fontos, nem tudom, hogy egy boss mennyit ad, meg lehet nézni, Arkwiki srácok mindent megmond, ezt így fejből most nem néztem meg, gyorsan vissza is repülünk közben, nem néztem meg, de meg tudjátok nézni, és akkor ott látjátok, hogy mennyit ad. Jó sok kell belőle nekem, az a véleményem, illetve ritka dolgokat kell találnunk. Ezekről majd mindjárt említést is teszek. Kezdjük szerintem a házzal, és menjünk végig először a ház dolgain, utána meg megnézzük a ruhát, ami rajtam van, illetve majd a rexet a végén. Hát azért jól néz ki szerintem, nem srácok? Ugyanannyi HP-ja van, mint a metal, mint a metalnak, ez a, ennek a tech TRS háznak, vagy falnak. Illetve ha jól tudom, az alap is ugyanannyi HP-val rendelkezik, viszont az ütés sokkal jobban bírja, viszont a splash damage az sokkal jobban terjed rajta, ahogy láttam egy videóban. Sokkal tovább bírja, tehát jól tudom, hát nem is tudom, egy rakétavető vagy egy C4 kb. 500-at sebez rajta, szóval azért kell neki ütni bőven, és eléggé stabilak, főleg, hogyha még a pajzsot is bekapcsoljuk, arra majd mindjárt kitérek, mert azt be kell külön kapcsolnunk. Na, most szépen én csak sétálni fogok, srácok, csak a W-t fogom nyomni, nem fogom megnyomni az E-betűt. Mindjárt meglátjátok, hogy miért. Hoppá! A hologramos ajtó. Úgy működik ez az ajtó, bármi hihetett, hogyha közel megyek hozzá, látjátok, ki se írja, hogy becsukás vagy. Most írta ki, láttátok? Ott van bezár, be tudom zárni és ki tudom nyitni az E-betűvel, de alapvetően én nem nyomok E-betűt. Tehát látjátok, hogy már messze vagyok ahhoz, meg nem is ránézek, és becsukja. Tehát automatikusan nyílnak ezek az ajtók, nyilván ugye az ellenségnek nem fog kinyílni, mert az úgy nem sok értelme lenne. De te nyilván ugyanezen az elven működnek az ablakok, illetve itt hátul van egy kisebb szoba, ez a kisebb ajtó is ugyanígy működik, ugye látjátok, hogy oda megyek, kinyílik, de igazság szerint nem is kell megállnom, tehát hogyha fogom is átszadok rajta, akkor egyből átenged. Úgyhogy ez nagyon király kis cucc. A következő item, ez a Force Field névre hallgat in English. Ez tulajdonképpen egy pajzs, nekem már be van állítva a mérete, látjátok, ez is engrammal működik, a mérete 7,4-en van, tudjátok növelni, 10-szeres a maximum és 1-szeres a legkisebb, az 1-szeres köbő idáig ér, a 10-szeres meg köbő, hát úgy köbő idáig, majd mindjárt meglátjátok, hogy miről beszélek. Egy 5 perc kell ahhoz, hogy felmelegedjen és bekapcsoljon, még egy 4,5 perc van hátra. Na a legfontosabb, ide pár dolgot ugye lepakoltam, csak így nézzem ki valahogy, de most erre nem lesz szükségünk, ugye hűtő, van itt egy légkondi, egy lámpa, meg egy vegyész munkapad, in English chemistry bench, ha jól tudom, a neve a játékban, ugye ebbe kraftoljuk az ilyen csodálatos dolgokat, hogy ez nem is számít nekünk, amit esetleg észrevettek, hogy se smithy, se fabrikátor nincs itt. És viszont itt van nekünk ugye ez a jó kis tech replikátor, ugye amiben a tech TRS cuccokat tudjuk legyártani. És valóban így gyártjuk a tech TRS cuccokat, ahogy említettem, de a tech TRS replikátor működik ugyanúgy, mint egy fabrikátor, és mint egy smithy is egyben. Tehát, mint láthatjátok, például a pumpás sörétes puskát, vagy akár itt van a rakétavető egy jobb példa, ugye ezt fabrikátorban kell legyártani. De hogyha lertebb görgetek, akkor itt megtaláljuk mondjuk a flakkarmort, vagy a kardot, vagy a fénpajzsot, ezeket mind pedig a smithyben, szóval ez ilyen 3-1-ben. Úgy is mondhatnánk, hát 3-1-ben kicsit nagyra sikeredett, de nagyon király. És ha most én ezt fogom és bekapcsolom, ugye ezt ugyanúgy kell bekapcsolni, és ugyanúgy, hogy itt legörgetek, van benne egy kevéske cucc, engrammal működik. Tehát engram kell ahhoz, hogy be tudjuk kapcsolni, illetve a kraftolásokhoz is, tehát hogyha itt felgörgetek, most megnézzünk pár dolgot. Teszem azt mondjuk, itt van a Rex Saddle, itt is kell, például a Rex Saddlehez 40 element kell, fekete gyöngyből 100, ugye fekete gyöngyöt a tenger mélyén egy rákból tudtok szerezni, kristály kell a hegyek tetejéről, öntött fémet sok helyen találtok, polimer, azt pedig vagy pingvinből szedtek, vagy pedig lekraftoljátok obszidiánból és fémből, ha jól tudom.
Jól emlékszem, most nem akarok hülyeséget mondani. Minden. Ja, itt kell kraftolni polimert is. Gyorsan meg is nézem, hogy jól emlékszem-e. Obszidián és cementpaszta, bocsánat, obszidiánból és cementpasztából a polimert, és akkor ugye ezeket elő tudjátok állítani. De például ugye, tehát a magukhoz az építményekhez nem kell mindenhez element, ahogy most nézem. Hát ilyen pár element kell ugye magukhoz az építőelemekhez. Ez azért pozitív, mert magát az épületet olcsóbban ki tudjátok vitelezni. De ugye a bosszok legyőzése nélkül ugye nem tudjátok elérni, mert anélkül nem lesz replikátorok sem, replikátorotok sem, mert legyártatjátok. Illetve fontos, hogy például a páncélt, a fegyvert nem tudjátok anélkül használni, hogy ne lenne kitanulva. Tehát, hogyha te lelőttök egy embert, teszem azt, ügyesen hatal rálőttök egy emberre, akin tektéres páncél van, és megszerzitek a cuccait, ti azt nem fogjátok tudni használni anélkül, hogy nem tanultátok ki. Ez fontos. Na de hát mindenki arra pillanatra vár, hogy megjövöm az ebetűt, gyerekek, szerintem. Úgyhogy gyorsan be is kapcsolom. Így néz ki működés közben a Tektier replikátor. Szerintem eszméletű király. És ugye most már lehet benne kraftolni. Úgyhogy még 1 perc 30 van hátra, szerintem ezt megvárjuk. És akkor most ugyanúgy, ahogy egy fabrikátorban fogjuk, itt egy Tektier pillár, gyártás, szépen lekraftolódik. Hát ennek is van egy jó kis ideje. Kis crafting time azért van. Ez kettőt kraftolt instant. Fogom, de hogy néz ki ez a pillár, kíváncsi vagyok rá. Valahol, ahol nem zavar. És így néz ki, amikor lerakjuk, ugye ez a hullámzás, ez így megvan. Aki látta, hogy hogy néz ki egy... Ezt most kikapcsoljuk. Aki látta, hogy hogy néz ki maga a... Mi az? Az artifakt, amikor megtaláljuk egy barlangban, ott is így hullámzik a talaj, ugye ez itt is megtalálható ugyanez az effekt. Gyorsan én ezt itten kinyitom ezt az ajtót, igazság szerint csak beleállok. Még van 40 másodpercünk. Gyorsan kivárjuk. Addig lőjünk valamit? Nincs itt semmi, az a baj. Valami kis szutyakállat. Egy dodó? Hát nincs. Hát nincs. Ez a force field tulajdonképpen az egyik legjobb cucc. Meg is nézem, mennyi item kell a lekraftolásához. Hát azért 5000 öntött fém, 600 kristály, 150 fekete gyöngy, 800 polimer, meg 75 element. De megéri amúgy, srácok, mert 250 000 HP-ja van, és ennek a pajzsnak a lerombolásához úgy körülbelül, ha C4-ben számoljuk, a C4-ből azt hiszem 310 körül kell. Tehát jó sok. Figyeljetek, most kapcsol be. Hopp! És van egy shield a házunk körül. Na most, hogy ez a shield hogy is működik, ugye még ki tudunk rajta menni, de... Figyeljétek, milyen eszméletű király. A búra! Van az a sorozat. Erről mindig az jut eszembe. Ha akarom, akkor ki tudom még nagyobbítani, tehát tényleg tudok rajta. Most, csak hogy érezhető különbség legyen, ha maximumra veszem, 10-szeresre, látjátok, így kintebb ment. Nem tudom, észrevettétek-e? Most már megállt. És most sokkal nagyobb lett a búra, ekkora a maximális lefedettsége, és ezen az ellenség nem tud átlőni. Semmilyen eszközzel. Se a tűz, tehát hogyha mondjuk mi az, lángszóróval estek neki, se a, nem is tudom, a Poison Viver, semmi szinte nem megy át rajta, tehát ilyen eldobtok egy gránátot, nem fog átmenni a magán a pajzson. Tehát hogyha én itt állok és kínál az ellenség, akkor röhögetek a markomban, mert nem fog tudni átjönni ezen a pajzson. A pajzsot az állatok közül egyedül a Titanosaurus tudja sebezni, illetve nyilván robbanószerek. A legjobb robbanószer C4, rakétavető, stb. Ebben az esetben melyik az a kanon, az ágyú, az elhanyagolandó, mert az nagyon keveset sebez rajta. A C4-ből mondom 310 kell neki, vagy kicsit több, szóval elég sokat kibír, és meglepő módon amúgy ez a Tektieres rifle, ez sebzi rá a legtöbbet. Úgy, de látjátok is, hogy még ezt is, az enyémet is megfogja. Nagyon komoly. Az én lövedékemet is, belülről is megfogja, viszont akkor viszont nem tudunk kilőni. De legalább megfogja a lőszerünket. Nincs friendly fire, úgyhogy nem sérült most meg. De amúgy a Tektier rifle az egyik, ami a legjobban sebzi. Illetve a Titanosaurus, az úgy rá tud vágni jó nagyokat. Azzal meg lehet sebzíteni könnyen. Úgyhogy ez egy nagyon király cucc. Én most ezt ki is kapcsolom, hogy lássátok, így kapcsol ki, és ugye nem fogy folyamatosan a cucc.
Na most itt tettem egy liftet, hát az az elején kellett, a nubok használnak liftet. Azt hiszem. Van itt még valami, amit érdemes megnézni. Bár szerintem ez nem feltétlenül szükséges eszköz. Ez ugye ez a tech transmitter, ezt is ugye le tudjuk gyártani a replikátorban. Úgyhogy ezt én bekapcsolom, akkor látjátok, hogy gyönyörű effekttel bekapcsolt. Ez tulajdonképpen úgy működik, mint egy Obelix. Hát, hogy te tudsz, hogyha van még egy ilyen transmitter, akkor elméletileg tudsz itemeket, tehát itt is írja, hogy transmits item, survivor and creatures to other arcs. Tehát, hogy ezt elméletileg úgy, ahogy az Obelix-el lehet küldözgetni cuccokat, ezzel ugyanúgy lehet fegyvereket, állatokat és karaktereket küldözgetni. Hasznos lehet, hogyha mondjuk több bázisotok van, vagy direkt ezt akarjátok kihasználni, mondjuk van egy víz alatti bázisotok, és akkor mondjuk ott van egy ilyen, akkor hát egy pillanatok alatt át tudtok utazni. De most ezt nem fogjuk rendesen kipróbálni. Elméleti síkon működik, a szerveren nincs engedélyezve ez, úgyhogy valószínűleg azért nem működik amúgy majd. Nem működne rendesen, úgyhogy ezért nem bajlódtam a kipróbálásával. Annyival, hogy egy ilyen fénycsúva jelző, hogy ez hol van. Ha házon belül van, akkor is, úgyhogy messziről kiszúrható. De hogyha shield-el körbeveszitek, akkor nincs gond. Egy airpont doom quality-t lehet állítani kéne. És szerintem, srácok, jöhet a páncél. Maga a páncél és a fegyver. Ugye, hát a fegyverre már itt lövöldöztem. Tech engramot használ, ugye ilyen a célzása, mint már láttátok. Nem megy nagyon messzire el a lövedék, tehát látjátok, hogy ott kb. Víz felénél megállt. Tehát mondjuk ott van egy diló. Jó, azt nem találtad el, nagyon ügyes vagy, Stark. Lehet, hogy el sem megy addig. De elment addig. Tehát elég jó ez a tektéres fegyó. Jó. Most fütyültem egyet az összes állatnak. Király. Jó, maradjatok ott. Egy K betűt szerettem volna nyomni. Külső nézetből megnézzétek. Ugye két cső található rajta, és akkor így felváltva tud lőni ez a kis putyka. Mint láthatjátok. Hát kicsit tükröződik a fény. Úgyhogy nagyon, nagyon erős fegyver, mondhatni. Hát ugye magát ugye ezt az elementet használja ez is, az inventoringban van az element. Illetve van nálam még egy tech rifle. Azért, mert mindjárt megmutatom, ez más színű. Még maga a páncélzatunk is rengeteg funkciót rejt magában. Ugye alattam láthatjátok mindegy egyes páncélrésznek a töltöttségét, ugye ez is elementből töltődik. Minden egyes páncélrész más tud és más speciális funkcióra használható, úgymond. Mindjárt elmondom ez alatt, mikre gondolok. Hogyha fentről lefelé haladunk, a sisakunkkal tudunk ilyen speciális nézetbe menni, amilyen pulzáló jeleket kiküldve, ugye a környékünkön lévő állatokat, így ugye a betimelt állatokat zölddel, a semleges állatokat fehérrel, a menekülő állatokat sárgával és a támadó állatokat pirossal jeleníti meg nekünk. Ez egész hasznos lehet amúgy bizonyos helyzetekben, hogyha esetleg barlangba vagyunk, vagy valamilyen veszélyesebb környéken, ahol már messzebbről ki tudjuk szúrni, hogy hol vannak állatok és milyen állatok, mert ugye körvonalazza nekünk, és abból már könnyen rá tudunk jönni. Illetve, hogyha még egyszer ugye ezt a dupla E-betűvel tudom előhozni, hogyha rajtam van a sisak. Ha még egyszer megnyom a dupla E-betűt, akkor felszedem a követ, és át tudok váltani egy ilyen zöldes nézetbe, és hogyha még egyszer megnyomom duplán az E-betűt, azt nézzétek, ott a súgyi, megtámadta a rexemet. Féljétek, hogyha most én ezt megütöm, akkor nem támad meg. Akkor most piros lett. És elvitte a húsomat! Gyere vissza! Jó, köszönjük szépen. Hagyjad már, hát elmenekül! Jó, köszönjük szépen. Tehát ilyen zöldesben is láthatjuk a világot, és így is van ilyen pulzáló funkciónk. De még egyszer a dupla betű megnyomásával felszedjük ismét a követ, és vissza tudunk váltani a sima módra. Haladjunk egyen lentebb, van a chestplate, hát ez a felső, nem is tudom a játék magyarul hogy fogalmaz. Hát itt is chestpiece, tök mindegy. A felsőnk ugye az a, tulajdonképpen ez a rakéta funkció a hátunkon. Ugye ezzel, hogyha legnyomjuk a space-t, akkor fel tudunk repülni, a dupla space-szel tudunk egyet ugrani, hogy ez látványosabb legyen számotokra is. Ugye így felrepülök, dupla space-szel ugrik egyet. Ugye, hogyha a space nyomom, akkor és akkor megyünk felfelé, és úgy is tudunk körbe-körbe, tehát bármilyen irányba menni. De ha nyomom a shiftet, akkor egy kisebb energiával, csak így egy oldalazó történet
van, tehát csak így oldalra tudunk menni, ha csak a shiftet nyomom, akkor nem megy felfelé, viszont felfelé, tehát ugye emelkedik, hogyha a space nyomjuk. Gondolom ilyenkor többet fogyaszt ugye az elementből is, a töltöttségéből maga a ruha. De haladjunk is tovább, jöjjön a, hát melyik a következő? Hát a, milyen sötét van ott a távolba, gyerekek. Mintha nagyon sötét lenne ott a túlparton. Nézzük meg, hogy mi van ott a túlparton, én azt mondom, mert a lábunk még nagyon sok mindenre jó. Azon kívül, hogy megvéd minket a lövésektől, ha lenyomjuk esetleg hosszan a kontrollt, akkor pillanatok alatt a vízen átfutva a túlparton találhatjuk magunkat, és észre is vesszük, hogy itt nincs is olyan sötét. Érdekes, nem? Nézzétek, a túlparton megint olyan sötét van. Hogyha összekombináljuk ezt a kettőt, hogy gyorsan, tulajdonképpen ez a gyors, hát nem is tudom, hogy is mondj, gyors menés? Van ilyen szó? Nem, ez talán még amúgy a magához, a chestplate-hez tartozik. Azért mutatom mindig így, mert ugye ez a felső rész, na mindegy. Tehát a chestplate-hez tartozik, hogy hasonlóan ehhez, hogyha felmegyünk, megnyomjuk a shiftet és a kontrollt egyszerre, akkor így előrefelé is tudunk szállni a levegőben rettenetesen gyorsan. És ez is eszméletű király, gyorsan lehet vele utazni. Borzasztóan erős. Van még hátra kettő érdekesség. Ugye van még a kis cipellőnk. A cipellőnk az azt tudja, hogy én most fogom és felmegyek jó magasra. Menjünk még magasabbra, hát az érezhető legyen a magasság. És most én lezuhanok itt szépen, nyomok egy K-betűt, hogy kintről lássátok. Hopp, láttátok, volt egy ilyen kis mező körülöttem. Ugye nincsen fall damage-em ennek a cipőnek a hatására. Tehát tök mindegy, hogy honnan leesek, én nem fogok sérülni. Gyorsan még itt a parton megmutatok egy dolgot, aztán átmegyünk oda, mert mutatok még valamit a cipőre vonatkozóan. Gyorsan itt egy állatot keresünk. Ott van mondjuk ez az oviraptor. Gyorsan elkapjuk azt az oviraptort. A jobb klikket hosszan nyomva és egy bal klikkel tudunk hatalmasat ütni, az oviraptorunk elszaladt. A szemünkbe süt a napocska. Nincs itt semmilyen állat. Na minden, itt egy trike, gyerekek, itt egy trike. Oda repülök a trikehoz gyorsan. És ha hosszan megnyomom a jobb klikket, akkor így hátra emeli a jobb kezét, és a bal klikket lenyomva tulajdonképpen meg tudom ütni az adott kiszemelt állatot. Amint érkezik a trike, bum, bele a nóziba, és még knockback-el is. Na most én ezt gyorsan lelőlem, ezt a trike-ot, mert jön a barátja is. Igazság szerint nekünk nem kell most ezzel szórakozni. Gyorsan átmegyünk ide. Ugye itt olyan hegy van, amit alapvető esetben nem tudunk megmászni. De a cipőnk lehetővé teszi azt, hogy gyorsan úgy mutatom, hogy lássátok is. Tehát hogyha ugye rajtunk van a cipőnk, akkor látjátok, hogy ilyen világít a talpam. Fel tudok szaladni a hegyeken. Jó, nyilván nem akárhol, meg amúgy felrepülök, de a nagyon meredek hegyeken még ezzel simán fel lehet szaladni, szóval maga a ruhával, hogyha kifejlesztettük és használjuk, rengeteg időt spórolhatunk meg az utazás során, borzasztóan erősek leszünk, nagyon nehezen tudnak minket megölni, és hát elérhetetlen helyekről tudunk harcolni is, meg mindent. Tehát tényleg felveszünk a páncélt, víz alatt is gyorsak vagyunk, víz felett is, a vizen is, mindenhol. Fel tudunk rohanni a hegyre, mert amúgy igen, hogyha van még egy olyan funkció, hogy én most elkezdek mint az őrült futni, ugye nem mentem neki semminek, akkor ennek van ilyen romboló funkció, ezt mindjárt megmutatom. Jó, oké. Most itt elkezdem nyomni ezt a shiftet, akkor is szétrombolja a köveket, és még az állatot is megölte, viszont már nem ugrott most rá izére, a vízre. Szóval bothati rengeteg funkcióval bővült maga, vagy hát bővült, hát most már bővült a tudásunk, hogy mit tud ugye a tektéres páncél, de rengeteg funkcióval látták el, úgyhogy nagyon hasznos ezt a tektéres páncélt csinálni. Mindjárt át is térhetünk a Rexre, ezt megesszük. Csak gyorsan csinálok egy nappalt. Úgyhogy igazság szerint ennyit. Ennyit a páncélról. Tyú! Nézzük meg ezt a nagy lögöt, nem? Na most, ez a Rex amúgy piros. Mint látjátok, és rajta sem áll jól, túl jól ez a kék, de azért megmutatom kékkel. Ott van bent a piros szedül. Nem kell aggódni, gyerekek. Tök üdét teszünk neki, és újra most tök mindegy, hogy mire tettünk.
Gyorsan előre fordítom, ugye alapvetően a Rex alapvető állásában, hogyha felteszitek rá a páncélt, ugyanúgy harap bal klikkel, jobb klikkel pedig üvölt. Ez jó hangos volt, basszus. Ne bírsz magaddal, mi te kis huccut! És hogyha nyomtok egy kontrollt, akkor átvált tech-tier üzemmódba, vagy tehát ilyen tekes üzemmódba, és onnantól kezdve bal klikkel tudtok lövöldözni. Nagyon király. Úgy tudtok vele célozni, hogy át belső nézetből talán a legjobb a célzás. Meddig megy ezzel? Menjünk, öljünk meg valamit. Nagyon brutálisan erős, tehát a Rex a legerősebb szerintem. Valami 2 milliós damage-e van? Azt hiszem egy lövésnek, hogyha egy ilyen próbababára ráelőttök. Hát már csak a splash damage mindent elpusztít. És jobb fent mutatja az elementnek a töltöttségét. Ugye egy element, tehát ebbe is a Rexbe is element kell. Ahhoz, hogy működjön. Tehát itt van bent ugye az element. Átteszem erre. És kikapcsolta izé. A piros is ugyanúgy működik, látjátok? És rendesen. Az a baj, ez a lövedék színe nem változik meg. Gyerük! Arti tűz van izére a terrára. Gyerekek! Bubics! Hát nem találtam el! Mennyire lehet, nem tudok jobban fellőni vele. Gyere csak terra! Nézd meg, nem adja be. Na mindegy. Nem tudjuk leszedni ezt, de leszedjük. Még a levegőben el kell kapni. Ó, hopp, eltaláltuk. Szóval eléggé komoly ez a cucc. Na most töltöd be egy elementet, és azt mondja, hogy egy lövést 4%-ot visz le. Elég komoly cucc. Tehát kb. Olyan, mennyit tudunk vele lőni. Tant se tudja, osszátok el. 25-öt. És hát 25 lövedék. Kilövésére elegendő egy element. Ami azért elég sok. Főleg ha harcolni kell. Szerintem amúgy a tech-tieres shieldet amúgy ez is sebzi, úgyhogy ezt is érdemes használni. Eszméletű király jól néz ki szerintem, főleg hogyha piros. Bár ez az egyéni kis perverzió, hogy piros legyen a tech-tier. Nyilván, hát itt is ilyen kékesen világít, úgyhogy tök mindegy igazság szerint. Annyi, hogy ilyenkor csak így zoomolni tudunk vele. Tehát nézzétek meg, hogy néz ki az ödög. Ez a hucut kis fiú. Jó, ide fütyültök a terrát, király. Azt akartam, hogy ideállok a fénybe, hogy jobban lássátok. Megint ide fütyültem a terrát. Hát így nagyon, nagyon komoly. Hoppá, bementünk a víz alá. Nagyon komoly ez a tech-tier, srácok. A repülés eszméletükre. Ja, és nyilván a levegőből is tudok lőni. Tehát, hogy én most támadom ezt a házat, tehát tech-tieres harc nagyon jól nézhet ki, csak nagyon költséges is. Szóval... az igazság, tényleg ez egy szorzó szerveren tartom egyelőre elérhetőnek ezt a tech-tiert, mert most így nagyon királynak tűnhet, meg tényleg mi az embernek az első gondolat, amikor meglátja a tech-tiert. Ez kurva jó! Nagyon király! Nehéz elérni a tech-tier, gyerekek, és a bosszokat, tehát a pókot meg hát már a majmot nehéz szinten már nehéz megölni, a sárkányt meg nagyon-nagyon nehéz. Tehát ahhoz kell egy nagy csapat, egyedül biztos, hogy nem lesztek elegek, sőt még 3-4-en se, én azt mondom. Hát úgy már talán, hogyha nagyon ügyesek vagytok, de egy olyan 10 fő legalább kell például legalább a sárkányhoz a végén, hogy könnyen meg tudjátok oldani, mert különben nagyon kell taktikázni. Nézzétek már, hogy sötét. Ja igen, még ezt akartam mutatni. Gyorsan megnézzük itt sötétbe, hogy néz ki a tech-tier. Mert amúgy a ház minden eleme világít. Gyorsan egy hátra lögtem magam. Tehát ugye a ház falai világítanak, gyerekek. Eszmét jól néz ki. Bekapcsoljuk ezt is. Ja, neked idő kell. Hogy felállj. De nagyon királyul néz ki, gyerekek. Nézzétek meg. Ja, hát igen, ilyenkor a fénycsóba sokkal észrevehetőbb. Úgyhogy srácok, ennyit igazság szerint a tech-tierről. Megbeszéltük, hogy hol lehet lecraftolni, hogy lehet őket megszerezni. Nehéz, nehéz. Ajánlom nektek, hogy csináljátok meg. Mondjuk egy 10-szeres szorzó szerveren sokkal egyszerűbb. Ne játszatok alapszorzón, mert az élet kevésre, hogy ezt megszerezzétek.
Van, akinek kicsit passzívan áll a dologhoz, mert hogy ez már túlzás, ez valóban igaz. Ha jól tudom, ki lehet kapcsolni szerverenként, hogy ne legyen tech tier. De igazság szerint egy egyszerű szerveren nem olyan egyszerű ezt megszerezni, úgyhogy nem kell attól félned, hogy a vibe után a második nap tech tier-es cuccokkal fognak ellened jönni. Kivéve, hogyha egy nagyon beteg szerón vagy. Úgyhogy srácok, ennyit összességében a tech tier-ről. Remélem felkeltettem az érdeklődéseteket, vagy legalább tudtam segíteni, hogyha el akarjátok érni. Remélem, hogy tetszett, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és hogyha szeretnétek, iratkozzatok fel. Én Stark voltam, találkozunk legközelebb, addig is jók legyetek. Sziasztok!